A beszélgetés vidám moraja nyomban félbeszakadt, amikor a társaságban megjelent az író. Ő ugyanis radikális volt, a harmincas években szakált növesztett, most pedig simára borot válta az állát. Mindig dacolt a divattal és a szokásokkal, megdöntötte az előítéleteket, és olyan művekkel tett szert hírnévre, amelyek sohasem készültek el. Most búskomornak rém lett. Amikor valaki bátorkodott, hogy léte felől érdeklődni, Kurtán válaszolt: Pocsékul vagyok. Talán epekő? Rosszabb. Fogfájás, pénzavar, komplexum? Rosszabb, sokkal rosszabb. Konzervatívizmusban szenvedek. És így módon hallhattuk a korlapját, amelyet szóról szóra az alábbiakban teszek közzé. Az utóbbi időben súlyos csapások érték az önérzetemet, néhány barátom konzervatívnak kezdett nevezni, ez pedig csak nem ugyanaz, mintha valaki övön alul üt, vagy rúgja a másikat. Ebben a szomorú históriában az a legfurcsább, hogy néhány hónappal ezelőtt még radikálisnak tartottak, akinek szakmájához tartozott a korszerű klímaberendezések elhelyezése a társadalom különböző pontjain. Ugyanis allergikus vagyok az áporodott levegőre, a Biblia teremtés történetére, a dísztáviratokra, a naftalinra és a mester szóra. De most? Most, amint hallom, én szorulok rá egy kis szellőztetésre. Egyes számú barátom azt állítja, hogy nem haladok együtt a korral. Kettes számú barátom véleménye szerint hiányzik belőlem a relativitás érzéke, hármas számú barátom pedig arra gyanakszik, hogy néhány érzékszervem, főként a látásom, a hallásom és az ízlésem elfásult. Tehát minden tünet szent konzervativizmusra utal. Szomorú tény. Már azért is szomorú, mert egyáltalán nincs semmi lehetőségem, hogy bekerülhessek a szőrűek társaságába, az angol felsőházba. Ha van türelmetek végighallgatni, kedves barátaim, elmondom nektek életem megrázó, igaz történetét. A múlt héten legyőzhetetlen kíváncsiságom szeretett szülővárosom egyik parkjába vezetett, ahol másfél ezer polgár gyűlt össze. A parkban éppen nagyon különös építkezés folyt. Egy tisztás közepén nagy cementlapot fektettek le, amelyre rozsdás bádokkájhát állítottak. Főscsöve a magasba emelkedett, és ócska lavort akasztottak rá. Tudjátok, egy közönséges lavort, amelyben a családanya lelögyköli kis fiacskájának az arcát meg a háta végét, amelyben a családapa kezet és zoknit mos, és amelyben kényelmesen meg lehet mosni a földes krumplit, sárgarépát meg a kisgyerek pelenkáit. Na no, lám, gondoltam, itt a díszhelyre állítják a finn család általános mosógépét. De miközben az emlékművet szemlélgettem, észrevettem, hogy a kájha oldalára régi tűzhely karikákat, kájha ajtókat, kerékpárvázat, vasrudat, három lópatkót, különböző csöveket és konyhaedényeket, meg vagy tíz méter vasláncot heggeztettek. Nolám, gondoltam ismét, az elébb hibás következtetésre jutottam. Itt bizonyára a folyadék RT új olajfinomítóját állítják ki. A hazait kell ajánlani, hiszen az angol nem sikerült. Hát bizony, mi is tudunk. Három védőruhás heggesztő, a mai finnyelv szótára forrasztóknak csúfolja őket, sürgülődött a készülék körül. Munkájukat fiatalos férfi irányította, aki rég búcsút mondott már a nyakkendőnek, dús szakála egész férfias melkasát, sőt, még a hasának egy részét is eltakarta. Pompás látvány, sőt, látványosság volt. Az a szakál amilyen kíváncsi vagyok, megkérdeztem az egyik férfitől. Micsoda készüléken dolgoznak ott? Csak nem valami szabadtéri konyhát építenek a hajléktalan vándoroknak, amelynél éjnek idején melengedhetik a kezüket, és szorult helyzetben még szafaládét is süthetnek? Az utcabizottságok munkája bizony nagyot fejlődött. A férfi mogorva pillantást vetett rám, és hátat fordított. Széles háta van, ez igaz, futott át az agyamon, az ilyet érdemes mutogatni. De a kíváncsiságom nőttön nőtt, önnőtt, és a fantáziám, a múlt héten még ez is volt nekem, szárnyra kapott. A modern otthon univerzális gépét láttam magam előtt, amely melegíti a levegőt és a vizet, megsüti a halat és a kenyeret, mossa a piszkos fehérneműt, a gyerekeket és a botrányok szennyesét, tőzhelyéből hamut hint a szomszéd udvarára, pórázon tartja a mérges kutyát, és este a tűzhelyhez láncolja az éjszakai kimaradozáshoz szokott férjet. Bizony nálunk Finnországban is értik a csíziót, gondolkodtam, bizonyára fennhangon, mert egyes számú barátom belecsípett a karomba, és bosszusan megjegyezte. Hát nem haladsz együtt a korral? Hiszen tudnod kellene, hogy szoborról van szó, amelyet a nép pénzén állítanak fel a nép gyönyörködtetésére. Sza, sza, hallgass te fajankó, túlságosan öreg vagy már, sem, hogy ilyen szót használj. Ezt is csak az iskolás gyerekek és a fiatal írók használhatják. No, de én szobrot akartam mondani. Az más, igen, itt szobrot alkotnak. Emlékművet, ugye? Pontosan. Tervezője, jelenleg nem farag mást, mint falábakból vicceket, Petteri Puhkunen, ismert fiatal szobrászunk, akit az Ateneumot ostromló ifjak évszázadunk michelangelo neveznek. Rendkívül tehetséges ifjú, akit nem lehet többé elgáncsolni. A szokásosnál jobban kezdtem dadogni. No de ez a hiszen ez nem szobor. Hát akkor mi? Csak ugyan nem olvastad az újságokban, hogy itt a parkban állítják fel a háborúból hazatérő hős emlékművét? Értem, értem. Bizonyára úgy áll a dolog, hogy maga a hős elmenekült, és itt csak a hadizsákmányt látjuk, amelyet magával hozott. Akkor megütöttek. A tömeg csak nem a lába alá tiport. Nem fogtam fel mindjárt, hogy a művészet szeretete haraggá alakult át. Semmivel sem tudtam védekezni. Még csak szakállam sem volt, sem a kabátom, sem farmernadrágom. Egyes számú barátom szégyenkezve állt mellettem és vigasztalt. Így jár az, aki nem halad a korral. Nem szabad bírálni a művészetet, ha nincs érzékünk hozzá. Te, milyen kár, nem érzékeled a modern szobrász művészetet, mert olyan sajnálatra méltóan konzervatív vagy. És én, a sajnálatra méltó konzervatív, eliszkoltam a háborúból hazatérő hős parkjából. Miközben az utca zsivajgó forgatágában nyomorúságos megaláztatásomon töprengtem, hirtelen eszembe jutott, hogy az egyetem dísztermében éppen azokban a percekben kezdődött az egy óra a költészet a népnek költői est. A költészet szavakból készült ópium állítják az üzletemberek és a politikusok. Mivel valamikor én is ennek a szenvedélynek a rabja voltam, elhatároztam, hogy oda megyek, és távolabbról hódolok ennek az élvezetnek. Minden ülőhely elkelt már, de amikor felmutattam egy nyaláb kórházi számlát és az adókönyvemet, megengedték, hogy ott álljak az ajtóban. A műsor rendezője egy sereg hosszú szakálú költőt mutatott be a közönségnek, akik nemrég kapták meg az államtól az írói ösztöndíjat, valamint a jogot, hogy részegen jelenjenek meg az irodalmi estéken és a kiadók előszobájában. A költők éppen legfrissebb verseiket adták elő a hálás hallgatóságnak és önmaguknak. XY költő, aki esti eltávozási engedélyt kapott a környékbeli repülőtér építkezéséről, ahol ittasságért kiszabott büntetését töltötte, az emelvényre lépett, összekulcsolta a kezét, és háromszor feljajdult. Aztán csendben a költő távozott, és a helyére egy kamasz irodalombúvár lépett, aki megmagyarázta a közönségnek a költemény tartalmát. Önök bizonyára remegnek, ezt teszi a költészeti minden barátja, aki az igazi lírát hallgatja, nem pedig Kajlasz vagy Szarkia ostobas lágereit. XY költő az előbb az Ember világfájdalma 1966-ban című versét adta elő. Pop dinamikus szexbomba és tiltakozás volt ez. Ha kívánják, a zeneműboltban megvehetik a hanglemezt, és otthonukban hallgathatják ugyanezt a költeményt. Ha figyelmesen hallgatják, használják az agyukat, és némi munkát adnak lusta fantáziájuknak, jobban megértik majd ennek a mesterműnek világra szóló mondani valóját. Ekkor YZ költő lépett az emelvére. Kijelentette, hogy kisé részeg és rekett, ezért hanglemezről adja elő költeményét. Az erősítők hangzavarából az alábbi versorokat értettem meg. Bravo immaculata, szármelas Highlands, bornos borlan veritas, seg business business, trauma training húgy, eine whisky vodka, jó fine, brá bón, harósi ala libido. Micsoda szózagyvalék ez? kérdeztem a mellettem álló esztétikustól, aki éppen kettes számú barátom volt. Halkabban beszélj, jegyezte meg a barátom, hiszen ez nemzetközi líra, amelyet Finnország vitt be Helsinki térképére. Ha megveszed a gyűjteményt, ráadásnak idegen nyelvű szójegyzéket és magyarázatokat is kapsz. Elhallgattam és megvártam az újabb előadót, aki egy négyzetméternyi tükröt hozott magával. A közönség elé állította a tükröt, és buzgón lehelni kezdett az üvegre. Egy pillanat múlva a tükör teljesen bepárásodott. A költő az ujjával két szót írt az üvegre: Minden mulandó. És ugyanakkor el is tűnt a közönség elől. Ekkor az előbbi irodalombúvár lépett a színpadra, és zihálva így beszélt: a Ragyogó! YZ költő op pop líránk legmoderne pop-op képviselője, akiről már Rovaniemiben is beszélnek. Verseit általában a Valió bárban írja fagylalt tortára, de most a változatosság kedvéért üveget használt. Milyen tüneményes eredmény, a láng elmélyűség, micsoda megnyilatkozása. Üveg, csak üveg. Ugyan miért? Természetesen azért, mert minden mulandó. Amint látják, mesteri költeménye már el is tűnt. A tükör felülete ismét tiszta és üres újabb versek számára hiszen önök tudják, hogy semmi sem marad fenn örökké, legkevésbé a költészet. YZ költőnek az a véleménye, hogy minél több költő ír nyomban tovatűnő verseket, annál több költemény és költő fér el a világon. Zseniális, nem igaz? Nem, kiáltottam fel halhatóan, és súgva hozzáfűztem azt a fin szót, amelyet manapság általánosan használnak a fin prózában és az alvilági nyelvben. Ekkor megütöttek. Csak az egyetem lépcsőjén tértem magamhoz, ahol kettes számú barátom hideg vízzel borogatta a halántékomat, és atyailag így oktatott. Nem kellett volna fennhangon bírálnod, mert belőled hiányzik a relativitás érzéke. Sajnálatosan maradi vagy. Nem érted meg az igazi lírát, a valódi protest művészetet, amelyet manapság még a képviselőházi jegyzőkönyvekben is megtalálsz. Öreg és ásatag vagy, haszontalan polgár, mint az ostoba Platon, aki annak idején minden költőt ki akart kergetni köztársaságából. Plátont mondtál? Azt. Köszönöm. Platonhoz hasonlítottak, és ez olyan sok erőt és bátorságot öntött belém, hogy lépteimet az ökörfar vendéglő felé irányoztam, ahol öregességem problémáit itallal akartam megoldani. A vendéglő még csak nem üres volt, mert a vacsora vendégek csak akkor érkeztek, amikor a dobogón már megjelent a zenekar. A csinos pincérlány asztalomra tette a szerény adagot és az italt. Alig, hogy lenyeltem az első falatot, a szomszéd helyiségből borzalmas lárma hallatszott. Egy nő segítségért kiáltott, kutyák ugattak, bútorok dőltek fel, valaki belefújt a tűzjelző valaki gépuskával néhány sorozatot adott le, valaki pedig harmonika szóval igyekezett elhallgattatni a lármát. A halba rohantam, hogy riasszam a rendőrséget és a tűzoltókat, de a portás, akivel hat éven át együtt gyötörtem a tanítókat, megragadta a kezemet és dühösen rámordított. Ostoba! Hát nem tudod, hogy esténként a külön teremben éppen ilyenkor próbálja a zenekar az új dalokat? Bocsánat, bocsánat, bizonyára beteg vagyok mintha segélykiáltásokat és lövéseket hallottam volna. Talán valamit ettem, ami megfeküdt a gyomrom. Ne hibáztasd az ételt. Az a sajnálatos, hogy hallószerved és ízlésed nem tart a korral. Maradi vagy. Hát, kedves barátaim, ez életem szomorú és igaz története. Most bizonyára azt képzelitek, hogy emésztési zavarok bántanak, és egyensúly hiány támadt az akaratomban. Sohasem vagyok képes együtt haladni a korral. Néhány évvel ezelőtt még azért tagadták meg tőlem az ingyen tiszteleti mert állítólag túlságosan radikális voltam, és megelőztem koromat. Most elmaradtam a koromtól. Amikor ma elpanaszoltam orvosbarátomnak, milyen nyomorultul érzem magam, bátorítólag ezt tanácsolta. Még ne kövessel harakirit, Tanácsolom, hogy egyenlőre hagyj abba minden írói munkát, és próbálj szerencsét más művészi területeken. Igyekezz tűzhelykarikákat egymáshoz hegeszteni, próbálj szavakat írni a korcsolyapálya jegére, ezen kívül még gyakorolhatod a géppuskázást is.